Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hírmix, az ultrahang hírösszefoglaló műsora, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják. Ma december 1-e, csütörtök van, és legelőször az orosz -ukrán háború legfrissebb fejleményeiről. Légi rendeltek el Ukrajna szerte, miután az ukrán tisztviselők arra figyelmeztettek, hogy Oroszország újabb rakéta és dróncsapásokra készül számolt be az Al -Jazeera alapján az Index.hu. Ukrajnában általános légiriadó van érvényben, menjenek az óvó helyre, írta az ország határszolgálata Telegramon. Rakéta találat érte Szvatovó városát, az ukrán hadsereg három HIMARS rakétával lőtte, a kikiáltott Luhanszki népköztársaság ellenőrzése alatt álló Szvatovó városát, közöltett csütörtökön az orosz állami hírügynökség. Orosz értesülések szerint az ukrán hadsereg összesen négy rakétát lőtt ki a településre. Áldozatokról egyelőre nem érkezett hír, az anyagi kár mértéke pedig egyelőre nem ismert. Egy ukrán energetikai magáncég azt is közölte, hogy az ország villamosenergia infrastruktúrájának 40%-a sérült, mivel az orosz támadások továbbra is az ellátást célozzák, írta meg a Guardian. Október óta milliók maradtak áram nélkül, vagy csak időszakos áramellátásra, mivel Oroszország az ukrán energiarendszerre összpontosítja a támadásait. Oroszország az ukrán energiarendszer 40%-át tette tönkre terrorista rakéta támadásokkal, több tucatnyi energetikai dolgozót megöltek és megsebesítettek, közölte a DTLK vállalat a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában. Ezekről az index percről percre tudósítása számolt be. Mindeközben az orosz külügy azt nyilatkozta, hogy legitim célpontok lehetnek a Kiev által használt amerikai műholdak. Az orosz hadsereg legitim célpontjaivá válhatnak az ukrán hadsereg támogatására használt amerikai műholdak, jelentette ki Vladimir Jermakov a külügyminisztérium fegyverzet ellenőrzési osztályának igazgatója Megerősítjük, hogy az ilyen kvázi polgári infrastruktúra, ha az Oroszország elleni katonai akciókhoz használják fel, teljesen logikusan egy válaszcsapás legitim célpontjává válhat, nyilatkozott a diplomata. Jermakov szerint a civil műholdak ilyen proaktív használata legalábbis kérdéseket vet fel a világűről szóló szerződéssel összefüggésben, amely kizárólag békés célú felhasználást feltételez és a világközösség részéről megköveteli a legsúlyosabb elítélést. Mint mondta, az ukrán haderő támogatására alacsony pályán keringő műholdak konstellációját használják fel, olyan konkrét, tisztán harci feladatok végrehajtására, mint az orosz csapatok elhelyezkedésének, mozgási útvonalainak és cselekményeinek feltárása, pilóta nélküli légi járművek irányítása, valamint nagy pontosságú lőszerek célba juttatása. Erről számolt be a 24.hu. Csütörtökön találkozik a biztonsági erők illetékeseivel Alexander Lukasenka, belorusz elnök, akikkel majd arról egyeztet, hogy miként lehetne megerősíteni a védelmet belorusz ukrajnával közös határán. Minden bűnüldöző szerv azt észleli, hogy az államhatár közelében megnőtt a provokációk száma, Ukrajna nagy valószínűséggel a NATO tagországok csapatait próbálja bevonni a konfliktusba, ezt erősíti meg a közelmúltban Lengyelország területén lezuhant rakéta is, idézte a Belta belorusz állami hírügynökség az elnököt. Aláfsolt szerint a NATO közreműködésével kell megvédeni a tengerek alatti kritikus infrastruktúrát. Nemzetközi együttműködéssel meg kell erősíteni a tengerfenéken kiépített kritikus infrastruktúra védelmét, és ezt a munkát a NATO keretei között kell összehangolni, jelentette ki Olaf Scholz német kancellár szerdán Berlinben. A kormányfő Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után kettejük tájékoztatóján ismertette, hogy Németország és Norvégia közösen kezdeményezi egy testület megalakítását az Észak-Atlanti Szövetség intézményrendszerében, azzal a feladattal, hogy hangolja össze a tengerfenéken húzódó kritikus infrastruktúra védelmét szolgáló erőfeszítéseket. Az energiahordozókat szállító vezetékek és távközlési kábelek olyan fontosak az országok számára, mint az emberi testben az ütőerek, ezért biztonságukról is gondoskodni kell, mondta Olaf Scholz, hozzátéve, hogy az ilyen hálózatok jelentőségét az északi áramlat földgázvezeték rendszer elleni támadás is megmutatta. Mint mondta, Németország és Norvégia hagyományosan szoros haditengerészeti együttműködést folytat, különösen a tenger alatt végzett műveletek területén, és ezt tovább erősítették az északi áramlat négy vezetéke közül hármat használhatatlanná tevő támadás után. Az együttműködés újabb állomásaként közösen felkérik a NATO főtitkárt az új egyeztető összehangoló testület megalakítására. Ezzel egyértelműen jelezni akarjuk, hogy nagyon komolyan veszük a kritikus infrastruktúra védelmét, jelezte Olaf Scholz. Erről számolt be a 24.hu. Levélbomba robbant a madridi ukrán nagykövetsége. A spanyol rendőrség szerint a robbanásban megsérült a nagykövetség egyik alkalmazottja, aki éppen egy a nagykövetségnek érkezett levelet kezelt. Könnyebb sérüléseket szenvedett, önerőből tudott elmenni a kórházba, közölték. Rendőrségi források szerint a borítékban házi készítésű robbanóanyag volt. A levelet a nagykövetnek címezték, és a biztonsági őr nyitotta fel a nagykövetség kertjében. A spanyol rendőrség közben lezárta a nagykövetség környékét, és a tűzszerészek már a helyszínen vannak bombakereső kutyákkal. Egyelőre nem világos, hogy az incidensnek köze van-e a folyamatban levő orosz-ukrán háborúhoz. Erről számolt be a neokon.hu. Fekete és balti tengeri befolyásra feni a fogát Washington. A Fekete-tenger stratégiai jelentőségű térség az Egyesült Államok számára, és nem hagyja magát eltántorítani attól az eltökélt szándékától, hogy erősítse jelenlétét a Fekete- és a Balti-tenger térségében, hangoztatta az amerikai külügyminiszter kedden Bukarestben. Anthony Blinken a NATO-bukaresti külügyminiszteri értekezlete előtt kétoldalú megbeszéléseket is folytatott román vezetőkkel. A román külügyminiszterrel közösen tartott sajtó Blinken üdvözölte, hogy Bukarest jövő évtől a GDP 25 és fél százalékára emeli védelmi kiadásait. Majd úgy fogalmazott, nem kívánhat magának elkötelezettebb szövetséges Romániánál, amely továbbra is számíthat az Egyesült Államok támogatására. Blinken kiemelte, a NATO egységes maradt az Ukrajna elleni orosz agresszió nyomán, segíti Ukrajna védelmét, szankciókkal igyekszik blokkolni az orosz katonai gépezetet. Megígyezte, az Oroszország által indított háború az energia és élelmiszer drágulásához vezetett, de szerinte a románok történelmi tapasztalataik alapján megértik, hogy milyen fontos a demokrácia egy ország identitásának és határainak megvédése, és az önkény uralom elleni küzdelem. Az amerikai külügyminiszter felidézte Bukarestben Joe Biden, amerikai elnök korábbi ígéretét, miszerint a NATO országokat nem hagyják magukra és megvédik a NATO területének minden négyzetcentiméterét. A román külügyminiszter rámutatott, Románia 25 éve kötött stratégiai partnerséget az Egyesült Államokkal, amely erősebb, mint valaha. A román külügyminiszter üdvözölte a csapat erősítést és elmondta, jelenleg csak nem 4000 amerikai katona állomásozik Romániában, rámutatott Románia atomenergia projektek megvalósításában, valamint Moldova és Ukrajna támogatásában is együttműködik az Egyesült Államokkal. A román külügyminiszter szerint Románia 8,4 millió tonna ukrán gabona exportjához nyújtott segítséget a háború kezdete óta pedig 2,9 millió ukrajnai menekült lépte át határait. Erről számolt be a Neukón. Kievben reagáltak Ursula von der Leyen beszédére a százezres ukrán katonai veszteségről. Törölték Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökének Twitter fiókjáról azt a videó részletet, miszerint Ukrajna több mint százezer katonát veszített az Oroszországgal folytatott konfliktusban. Kiev tiltakozott a számadat ellen, mondván, hogy Voldemir Zelenszky elnöknek és a vezető ukrán tisztviselőknek kell ilyen számokat közölniük. Zelenski szóvivője szerdán az ukrán médiának azt mondta, hogy ilyen érzékeny információkat az ország legfőbb katonai parancsnoka, a védelmi miniszter vagy maga az elnök hozhat nyilvánosságra. Ursula a törölt videón azt mondta, hogy Oroszországgal fennálló konfliktusában több mint 100 ezer ukrán katona halt meg, és több mint 20 ezer civil vesztette életét. A videós nyilatkozatot azóta törölte Twitter fiókjáról és egy új verzióval helyettesítette, amelyből kimaradtak a számadatok. Von der Leyen nem közölte a számadatok forrását. A hónap elején Mark Milley, amerikai tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, azt mondta, hogy a konfliktus mindkét oldalán több mint 100 ezer katona halhatott és sebesülhetett meg, és 40 ezer civil halt meg járulékos veszteségként. Milly a New Yorki Gazdasági Klubban tartott beszédében azt mondta, hogy a téli szezon miatt az ellenségeskedések statikusan fognak leállni, és egy ablakot nyitnak meg majd a tárgyalásokra. A diplomáciára való felhívás állítólag felháborította a kievi tisztviselőket, akik ígéretet tettek arra, hogy folytatják a harcot Oroszország ellen, amíg teljesen vissza nem szerzi a 2014 előtti pozíciókat. Szerdai beszédében von der Leyen sürgette az ENSZ-t, hogy hívja össze egy különleges törvényszéket, amely bíróság elé állítaná Oroszországot az Ukrajna ellen elkövetett bűncselekményei miatt. A bizottság vezetője azt is megosztotta, hogy az EU tervei szerint a lefoglalt orosz nemzeti tartalékokat és az oligarchák pénzét profitszerzés céljából befektetné, amelyet később Ukrajna újjáépítésére használnának fel. Ukrajna eddig kárát 600 milliárd euróra becsülte, ami csak nem duplája az EU által zárolt 319 milliárd eurós orosz eszközöknek. A vagyont csak az orosz ellenes szankciók feloldása után oldanák fel, hogy aztán kártérítésként fizessék ki Ukrajnának, közölte a tisztviselő. Zelenszky elnök alkalmatlannak tartja a kievi főpolgármestert, de Klitschko jól állja az ütéseket. Az ukrán elnök több ízben is bírálta a kievi vezetést, amiért nem volt képes gyorsan helyreállítani az oroszok által lebombázott elektromos hálózatot, így több millió ember maradt hosszabb, rövidebb ideig áram nélkül. Zelenszky azt is nehezményezte, hogy a fővárosban nem állítottak fel elegendő úgynevezett legyőzhetetlen pontot. Ezeken az állomásokon a nap 24 órájában államilag biztosítanak fűtést, áramot, elsősegély, csomagot és ivóvizet, hogy mindenki fel tudja tölteni magát és elektronikai eszközeit. Klitschko a Telegramon azt írta, hogy több száz ilyen központ és vészhelyzeti generátor működik. Szerinte nevetséges egy ilyen nehéz helyzetben politikai csatározásokba bocsátkozni, mégis visszavágott és ízléstelennek nevezte, hogy a kormány kamufotókkal próbálja bizonyítgatni nemzetközi partnerei számára, hogy a polgármester alkalmatlan a főváros vezetésére. Vladimir Zelenszky legutóbb pénteken szállt bele nyilvánosan a politikai ellenfelébe szokásos esti videó során, amikor is azt mondta, hogy Klitschko nem tett eleget az ostromlott lakosok megsegítéséért. Majd úgy zárta a beszédét, hogy finoman szóva is több munkára lenne szükség. Az oroszok egy hónapja szisztematikusan támadják az ukrán infrastruktúrát elektromos elosztó állomásokat, víztározókat, vasútvonalakat semmisítenek meg, hogy így tegyék elviselhetetlenné az életet minden ukrán számára. Össze még nem okozott gondot néhány áramkimaradás, de a tél beáltával létfontosságú, hogy működjenek a közüzemi szolgáltatások, éppen ezért több tucat mérnök éjt nappal éve dolgozott a térdigérő hóban, hogy újra lehessen fűteni a lakásokban. Ők a múlt hétvégére jártak sikerrel, és klicskó vasárnap már arról számolhatott be, hogy a fővárosi lakóépületeknek 90%-át el tudják látni távhővel. Kijevben a fogyasztóknak azonban még mindig csak nem 25%-a van áram nélkül, ami azonban így is javulás a pénteki mintegy 50%-hoz képest. Az ukrán polgármester eldicsekedett azzal is, hogy a vízellátást teljesen helyreállították, így alaptalannak tűnhet Voldemir Zelenszky elnök bírálata. A főpolgármester egy hétfői brüsszeli fórumon online tartott beszédet és sorra vette a veszteségeket. Elmondta, hogy a háború februári kezdete óta 150 kijevi civil vesztette életét, köztük négy gyermek. Az ukrán főváros vezetője kiemelte, hogy mostanáig 678 kievi létesítmény rongálódott meg, vagy semmisült meg teljesen az orosz bombázások és rakétacsapások következtében. Ebből több mint 350 lakóépület, 77 oktatási intézmény, 80 kommunális és 25 közlekedési infrastruktúrális létesítmény, valamint 26 egészségügyi intézmény, sorolta Klitschkó ugyanakkor leszögezte, hogy a legrosszabb esetben sem fogják Kijevet teljesen kiüríteni. Nem zárom ki a legrosszabb forgatókönyvet, de nem lesz teljes evakuálás, talán részleges, de nem nevezném evakuálásnak, fogalmazott. A legrosszabb forgatókönyv szerint a betegeket, időseket, nőket és gyerekeket költöztetnék át olyan külső kerületekbe, ahol még zavartalanul működnek a létfontosságú szolgáltatások. Erről számolva az Euronews. Csak nem 8 milliárd dollárnyi orosz vagyont fagyasztott be Svájc. Az ukrajnai invázióra válaszul Svájc 7,9 milliárd dollárnyi orosz vagyont fagyasztott be, emellett 15 orosz tulajdonú ingatlant is lefoglaltak a hatóságok. Az ország bankjainak pedig tilos 100 ezer svájci franknál nagyobb összegű betétet elfogadniuk orosz állampolgároktól, oroszországi székhelyű személyektől vagy szervezetektől. A Berni kormány a februári inváziót követően az EU mellett foglalt állást a szankciókról szóló vitában. Erről számolt be a Guardian alapján az Index. Nyugat-Európa orosz dízel problémával néz szembe, erről számolt be a Bloomberg. Nyugat-Európa továbbra is nagy mértékben támaszkodik Oroszországra, mint gázolajforrásra, jelentette kedden a Bloomberg, megjegyezve, hogy a régiónak új szállítmányokat kell találnia, mivel kevesebb, mint 10 hét van hátra addig, amíg a szankciók teljesen blokkolják az importot. A Vortexa adataira hivatkozó média orgánum szerint az Európai Unió és az Egyesült Királyság az e nap első 24 napjában a víziúton behozott dízel típusú üzemanyag közel felét Oroszországtól kapta. A beszámolók szerint az igénybevétel mértéke október óta a régió általános import növekedésével összhangban ugrásszerűen megnőtt, hogy megbirkózzanak az ottani országos sztrájkok miatt csökkenő franciaországi kapacitással. Összességében a tartályhajók november 1-e és 24-e között átlagosan napi 1,34 milliónyi hordónyi dízerüzemanyagot szállítottak az EU-ba és az Egyesült Királyságba, derült ki az összesített adatokból. Ez jelentősen elmarad az októberi értékektől, de még mindig magasabb, mint az év első 10 hónapjának átlaga áll a jelentésben. Oroszország ebben az időszakban naponta mintegy 600 ezer holdlót szállított, ami a régióba érkező összes mennyiség 45%-át teszi ki. Októberben az EU és az Egyesült Királyság az üzemanyag beszerzéseik 34%-át kapták Oroszországból, az év első 10 hónapjának átlaga pedig 51% volt. Eközben február 5-től az uniós szankciók szinte teljesen leállítják a dízel és más finomított termékek tengeri behozatalát Oroszországból. Az ország még mindig messze a blokk legnagyobb külső beszállítója, ami azt jelenti, hogy a vásárlóknak éles válsággal kell szembenézniük, ha csak nem tudnak máshonnan több hordót szerezni, hogy kitöltsék a hiányt. Erről számolt be a Bloomberg alapján a Russia Today. Dél-Korea kínai és orosz repülőgépek észlelése után indított vadászrepülőgépeket. Közölték, hogy vadászrepülőgépeket vezényeltek be, miután szerda kora reggel kínai és orosz harci gépek behatoltak az ország légvédelmi azonosító zónájába. Két kínai stratégiai bombázógép helyi idő szerint reggel 5 óra 50 perc körül többször is belépett és elhagyta Dél-Korea zónáját, déli és északkeleti partjainál közölte a Szöuli vezérkari főnöki kar. Néhány órával később a kínai gépek hat orosz harci géppel köztük stratégiai bombázókkal és vadászrepülőgépekkel együtt tértek vissza a japán tengerről. Az orosz védelmi minisztérium megerősítette, hogy repülőgépei szerdán kínai repülőgépekkel közös járőrözést hajtottak végre a japán tenger és a Kelet-kínai tenger felett. Az orosz stratégiai bombázók 8 órát töltöttek a levegőben. És útvonaluk egy részén külföldi államok vadászgépei kísérték őket, közölték. A két ország, Oroszország és Kína repülőgépei a nemzetközi joggal szigorúan összhangban jártak el, nem sértették meg idegen államok légterét, mutatott rá Moszkva. A küldetés során orosz gépek leszállásokat hajtottak végre kínai repülőtereken, míg a kínai bombázók Oroszországban szálltak le, tették hozzá. A légvédelmi azonosító zóna túlmutat az ország légterén. Az egyes államok által egyoldalúan meghirdetett övezet célja, hogy a közeledő repülőgépeknek több időt adjon az azonosításra az esetleges incidensek elkerülése érdekében. Moszkva és Peking katonai együttműködési tervük részeként közös légi bevetéseket hajtanak végre a térségben. Dél-Korea arról is beszámolt, hogy kínai és orosz repülőgépek behatoltak légvédelmi azonosító zónába még májusban is. Erről számolt be a Russia Today. Egész éjjel tüntettek Kínában, megdobálták a rohampajzsos rendőröket. A dél-kínai kanton városában éjszaka összecsapott a lakossága rendőrséggel az ország szigorú Covid szabályai elleni legújabb tiltakozásban. Fehér vegyvédelmi ruhás rendőrök rohampajzsokat szorongattak, hogy megvédjék magukat a tüntetők által rájuk dobott törmeléktől és üvegektől. Ezután a tüntetőket bilincsben vitték el, Szerdán a városi tisztviselők közölték, hogy a koronavírus korlátozások több kerületben enyhülnek, miközben Kínában az elmúlt napokban rekordszámú új eseteket regisztráltak. A közösségi médiában megjelent bejegyzések szerint a tüntetések kedden késő estétől szerdán kora reggeli órákig tartottak. Egy helyi lakos elmondta, hogy látta, amint mintegy száz rendőr vonul be egy faluba legalább három embert letortóztatva. A legutóbbi zavargások a hétvégi kínai tiltakozási hullámot követik, amelyet a nyugati Xinjiang régióban egy emeletes tömbházban csütörtökön keletkezett tűzvész váltott ki. Tíz ember halálát okozta az az eset. Sok kínai úgy véli, hogy a városban régóta fennálló Covid-korlátozások hozzájárultak a halálesetekhez, bár a hatóságok ezt tagadják. Ez arra késztette az embereket Sánkhájban, Pekingben és más nagyvárosokban, hogy az utcára vonuljanak és a szigorú COVID intézkedések megszüntetését követeljék. Egyesek Jinping kínai elnök lemondását is követelték. Ezek a tüntetések később lecsillapodtak, de a helyszíneken erős rendőri jelenlét volt tapasztalható. Kedden egészségügyi tisztviselőket kérdeztek arról, hogy tervezik-e a Covid intézkedések enyhítését a tiltakozások fényében. Egy tisztviselő azt mondta, hogy Kína finom hangolja és módosítja az intézkedéseket, az emberek megélhetésére és életére gyakorolt negatív hatások megfékezése érdekében. Irán négy embert ítél halálra izrael való együttműködés miatt. Négy emberre halálbüntetés szabott ki az iráni igazságszolgáltatás, miután azzal vádolták őket, hogy együttműködtek Izrael hírszerző szolgálataival és emberlaplukkal. Jelentette a MER hírügynökség alapján az Al Jazeera. Izraelre hivatkozva, mert szerdán azt írta, hogy halára ítélték őket a cionista rezsim hírszerző szolgálataival való együttműködés és emberrablás büntette miatt. Hozzátette, a cionista hírszerző szolgálat irányításával ez a gengszter hálózat magán- és köztulajdont lopott el és pusztított el, embereket rabolt el és hamis vallomásokat szerzett. Ezzel vádolták tehát őket. Irán az utóbbi időben azzal vádolta az izraeli és a nyugati hírszerző szolgálatokat, hogy polgárháborút terveznek az országban, amelyet az 1979-es iszlám forradalom óta a legnagyobb kormányellenes tüntetések sújtanak. A MER szerint a vádlottakat az elit forradalmi gárda és a hírszerzési minisztérium tartóztatta le. A Mizen Online szerint három másik vádlottat 5 és 10 év közötti börtönbüntetésre ítélték az ország biztonsága elleni bűncselekmények, emberrablásban való bűrészesség és fegyvertartás miatt. Ez volt a hírmix az Ultrahang hírösszefoglaló műsora. A mikrofonnál Longower Andrást hallhatták, köszönjük, hogy velünk tartottak!